Na srácok, szevasztok, Bandi vagyok, és itt vagyok egy újabb unboxing videóval, ami egy kicsit rejtélyes unboxing lesz, illetve félig. A szürkét az abban tudom, hogy mi van, a sárgában viszont rohadtul nem tudom. Most egy pillanatot még várok, mert a kamera kíváncsi vagyok, hogy le fog állni. Nem fog leállni, ahogy látom, mert 12 másodpercet már felvett. Jó, szerintem nem fog leállni. Legalábbis amíg villog, addig biztos, hogy nem. Úgyhogy kezdjük is el a szürkével, mivel hogy azt tudjuk, hogy egy 58 mm-es CPA filter. Nincs biztos, hogy kell hozzá ki, és meglátjuk. Ez egyébként banggood.com-ról jött. Linket szerintem már lerakom a leírásba. De skúzom, hogy nem kell ehhez kész, hogy nem áll le, jó? Ez jó cucc. Én meg azt hittem buborékfólia. Ugye barom. Nagyszerű. Jó, de nehéz. Mondjuk ezzel együtt nem, de így külön igen. Ez egy Fotga 58 mm-es CPR filter. Mindjárt kibontjuk. Megmutatom. Mondjuk jobban örültem volna, hogyha első körben a napellenző jön meg. De így is örülök. Rohadtul. Iha. 58. Nice. És már poros. És egyébként már poros. Fókuszban van. Nincs fókuszban. Mindjárt kicsit ráközelítek. Így van fókuszban. Így elvileg talán látszik. Megpróbálok egy picit fényt ráadni. Most talán, mondjuk én nem látom, mert Magic Lanternnek hála látom azokat a zöld pöttyöket a mi a neve miatt, a fókuszos beállítás miatt. Wow, de durva. És basszus, tudom, hogy felejtettem el ezt ide rakni, hogy fehér, hogy azért több fényem legyen. Na, így akkor még több fényem lesz. Tehát elvileg ott látszik, CPA 58 mm. Ugye ez egy ilyen, hát gyakorlatilag egy állítható lencse, amit nagyon remélek, hogy föl tudok tenni. Na, nem akkor agyfaszt lesz. Aha, és fönn is van. És fókuszt ezt visszaadom oda a dobozra szépen. És elvileg ezzel, hát szerintem látszik, hogy mit lehet állítani. Végül is ez a fényeket szűri. És így nekem jó is lesz, mert így a nap nem. Tehát ugye rásüt a nap az asztal, nap, mármint ami fénybe jön, így visszaverődne. Így viszont nem verődik vissza, úgyhogy ezért lesz nekem ez így jó. Meg egyébként a monitoron is így ugye hogyan? Igen, így látszik a monitor, nem tudok beszélni. Így viszont el tudom tüntetni a képet, úgyhogy ez így kurva jó cucc. Valahogy így volt talán. És a napot most akkor eltüntetjük. Ez kurva jó cucc. Tehát ez rohadt jó. Hát jó, picit poros, de nekem sajnos ilyen a szobám, hogy ha kell, hanem porosodik ez mi. Nice. Nice, már eltörtem a dobozt. Jó, nem is ellennék. Na, másik. Erről konkrétan semmit nem tudok, hogy ez mi lehet. Fogalmam sincs.
Azt ugye Bangudra rendeltem, ez gondolom eBay-es lehet, mert több dolgot nem rendeltem Bangudról. Bontsuk ki. Remélem nem valami töréken. Hát nem úgy néz ki. Illetve remélem, hogy ez olyan még, ami nekem kell. Hát, nem biztos. Mert ismerősömnek is rendeltem dolgokat. Ez a Note 4-es tudsz. Nem? Vagy ez mi ez? Jaj, tudom, hülye Note 4-es tudsz, az bazd meg, az. Az üvegfólia a telefonomra, ami már rohadtul kellett. És szerencsére most megjött. Ezek gondolom ilyen kis... nem. Ja, igen. Nedves. Dry, vagy Dry, vagy DRY, nem tudom. Ez matrica. Na. Guy sticker, gondolom ez segít leszedni a fóliáról, vagy valami hasonló. Jó. Ez pedig maga az üveg lesz. Húha. Bazd meg, annyira megijedtem, hogy Samsungos. Egyszerűen úgy befostam. Jézusom. Jó. Ugye Xperia M2-re. Nagyon frankó. Nekem volt már egy ilyenem. Csak hát szerette a gazdáját és szolgálta is rendesen. Hát sajnos meg is volt annak az ára. Hű, van itt még valami. Ez a tok. A tok. Tényleg ez így egybe volt. A tokom. Amit már unboxingolunk is kifele. Ez az. Itt a toka. Remélem fókuszban van. Hát hogyne, hogy nincs. Nem a GoPro-nak kell fókuszban lennie. Új, faszán ki van bélelve. Jó, Ultra Thin Xperia M2. Nagyon jó. Hú. De franco. Na. Már dobhatom is le a telefonról ezt a régi műanyag tokot, amire ráragasztottam egy D-Ride matricát, hogy akkor már ezt is mondjuk ki, hogy D-Ride. Júj, de rossz ízés! Le vannak fedve a gombjai. Mármint, hogy a gomboknak a dolgok. Éj, basszus, ez de rossz. Na, takarodj rá! Úgyni! Fel is tak... Oh. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Nagyon frankó! Mondjuk hangerő az kicsit még furcsa, az kicsit nehezebben érzékel, de a kamera... Jó! Húha, majdnem, hogy a tok nyomja a gombot. De jó. Nagyon frankó. Nagyon zsír. Ilyen kellett ma nekem. Frankon átlátszó. Sanyi. Sanyi logó látszódjon. Na, srácok. Ez lett volna a rejtélyes unboxing. Ezt még mindjárt fölrakom rá. Ó, most nézem, hangszórónak, mikrofonnak mindenki van vágva. Ó, jó, sorjázni azt majd nekem kell. De hát ennyi kell. Ú, nagyon jó. Na, srácok, ennyi lett volna ez a kis rejtélyes unboxing. Hát nem volt nagy rejtély. Végül is, mert az egyiket tudtam, a másik az meg végül is csak 10 dolog közül választhattam, hogy mi lesz. Aztán, ja. Szóval, ha lesz még valószínűleg ebbe a hónapba, de nem biztos, hogy ebben a hónapban, lehet, hogy jövő hónap elején ilyen unboxing,
Akkor mindenképp majd csinálok róla videót, és majd mutatom, hogy mik jöttek még. Több dolog elvileg a kamerához fog jönni. Ja. Na jó van, srácok, remélem tetszett ez a kis videó, és bármiféle kérdésetek van, akkor Facebookon, amit egyébként minden videó alatt megtaláltok a leírásba, vagy itt kommentbe tegyétek föl. Na jó van, srácok, következő videóban találkozunk. Szevasztok!